tízezrek tüntettek, vonultak az utcákon, általában itt volt a gyülekező a 48-as téren, mi mentünk az élen, egyetemisták, hömpölygött ez a tömeg napokon keresztül a Rákóczi úton, a Kossuth-Lajos utcán, a Széchenyi térig, és ezek a jelszavak hangzottak el minden utcasarkon, elénekeltük a himnuszt, a Kossuth nótát, és valaki mindig felállt valami pódiumra, és elmondta, felsorolta a követeléseket, amikre hát a tömeg lelkes éhenzéssel reagált. Másodéves hallgató voltam, és október 22-én itt ebben az épületben, a földszinten, Csolnoki László mellett, mint diákkörös dolgoztam. És valami történt az udvaron. Kíváncsiságból kimentem, és elkezdődött valami, ami nem csak a Pécsi Egyetem számára, nem csak Magyarország számára, hanem az egész világ számára valami csoda kezdődött. Tulajdonképpen Albert Camus-nek állítottunk emléket, a Nobel-díjas írónak, filozófusnak, de még inkább annak a mondatnak, ami ezen a táblán szerepel, ez pedig körülbelül az, hogy a legázolt és bilincsbe vert Magyarország többet tett az igazságért és a szabadságért az elmúlt 20 évben, mint bármelyik nép a világon.